Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm szépen államtitkár úr, hogy részt vesz a vitában és nem zászóként tesz ide, ő most nincs abban a pozícióban, hogy ezt megtegye. Először is ugye eltetszett mondani kétszer ezt a kifejezést, először úgy, hogy a legtöbb erőfeszítést ez a kormány tette, a másik pedig az, hogy nagy erőfeszítéseket tettünk. De hol van az eredmény? Tehát, hogy ez a nagy akarásnak hol van a eredménye, produktuma, hogy ebből mi teljesült. Tehát gyakorlatilag az a baj, hogy ezek a szavak, hogy nagy erőfeszítéseket tettünk, meg ilyesmi, ez jelen pillanatban kevés, hogyha nincs konkrét eredmény. Én teljes mértékben elismerem, hogy ez nem a Fidesz hozta létre az asztatlan közöst. De még csak nem is az elmúlt 8 év. Tehát, hogy ez a rendszerváltás és a termőföld kárpótlásnak a rákfenéje ez az egész rendszer, amit 20 éve szenved a magyar gazdatársadalom, illetve földtulajdonosi társadalom, amit helyre kellett volna tenni. Nem az a kérdés, hogy ki hozta létre, hanem az, hogy milyen eredmény történt a felszámolás ügyében. Az én állításom az volt, hogy eltelt 6 év úgy, hogy a Fidesz-KDNP érdemi eredményt nem tud felmutatni, és azért van szükség az ilyen jogszabály módosító indítványokra, mert ezen hiányosságát így próbálja kezelni. Tehát, hogy ennek a rendezése lenne szerintem, vagy kellene, hogy legyen az elsődleges célja legyen a kormánynak, és ezzel tudná tartósan megoldani ezt a problémát, és nem pedig ezekkel a részletszabályozásokkal. A másik, amit el szeretnék mondani, de bocsásson meg, tehát, hogy ugye mindig rosszul esik, mikor megkérdőjeleződik az, amit mondok. Itt van előttem az MVH-nak a 2013 évi állásfoglalása, amiben a méltányosságot gyakorolt a bejelentett felhasználókkal kapcsolatban, szívesen átadom önnek. Ebben a méltányosságban csak azért, hogy a 14-es szavazásnál vagy választásnál ne legyen ennek negatív hatása, feltételezem, mert utána soha többet ez nem történt meg. Itt volt az MVH, amikor kiadta, hogy tehát az állásfoglaláson előttem a MVH alábbi okiratokat fogadhatja el felhasználati igazolásra, és a vagyonkezelő szerződés vagyonkezelő által kiállított nyilatkozatot, és egyéb jogügylet típusoknak a dokumentumait, a haszonbeletti szerződést önmagában akkor is a földhivatal nem jelentette be, és a használati jogának átengedéséről szóló szerződést is elfogadta. Tehát ez egyében volt ilyen a 13-as évben, mikor a 14-es támogatási évelején érkező kérelmeket ez befolyásolhatta volna, és lehetett volna ebből botrány. Tehát volt erre példa, hogy ez a problémával már szembesültek, és ez a probléma is ugye az 3 évvel ezelőtt történt, mikor kiderült, hogy ez a rendszer így rossz. Tehát, hogy ez nem egy új keltű dolog. És akkor még egyetlen egy dologra reagálnék, ez pedig, hogyha megtisztelt azzal államtitkár úr, hogy válaszolt a felvetéseimre, ez továbbra is az, hogy ugye elmondja azt, hogy nem tudom, bocsásson meg a szófordulatot, hogy mondta, hogy aki a pénzt csengeti, az diktálja a feltételeket. Ez így van, de hát azért ülünk most itt, mert a részletszabályokat mi határozhatjuk meg, hogy ez hogy valósuljon meg. Adott kereteken belül van némi mozgásterünk. Jelen pillanatban ez a mozgástér kihasználása nem a legegyszerűbb adminisztráció felé megy el. Hogyha van Magyarországon egy olyan állami igazgatási szerv, vagy közigazgatási szerv, tehát a földhivatal, ahol nyilván tartja valaki a jogszerű földhasználatot, akkor egy teljesen más irányítóhatóság, most már az is ugye hivatallá válik, nem lenne szabad, hogy a gazdálkodóktól kérje be az összes adatot. Ez ugye közigazgatási alapelv, hogy a ügyfélnek mindig a legkisebb költséget és legkisebb eljárási feladatot kell, hogy rendeljék. Jelen pillanatban az FM ugye nem így jár el, hanem bekéri az összes adatot a gazdálkodótól, kéri, hogy rajzolgassuk be a térképen és igazoljuk a jogszerű, utána adategyeztetéseken kell ugye igazolnunk a jogszerű földhasználatot, holott van olyan rendszer, ami ezt nyilván tartja. Az én probléma felvétésem az volt, hogy miért nem az egyszerűbb irányba megyünk el, és miért az kell, hogy újabb igazolásokat szerezünk be jegyzőtől, agrárkamarától, vagy bárkitől, hogyha a földhivatalnál nincs meg, miért a gazdálkodóknak kell ezt nyomni, mikor ezt minden további nélkül lehetne rendezni. És mindig az az aggályom ezzel, hogy itt a problémák alapja az, hogy a földhivatal, vagy esetleg az MVH olyan terület alapú támogatásokat is esetleg kifizethet, ugye erre volt nem egyszer példa, ahol a földhivatalnál nincs jogszerűen bejegyzett földhasználat. És nyilvánvalóan felmerül a kérdés, hogy miért nincs. Ha jogszerűen bejegyzett földhasználatot az idén tavaszi módosítás alapján a saját tulajdonra megtehetik, vagy egy jogszerűen megkötött földhasználati szerződésre megtehetik, akkor a földhivatalban kell, hogy legyen nyilvántartás ennek. Én megértem azt, hogy ez egy pár ezer hektár esetében, ahol teljes mértékben rendezőtlen a tulajdoni viszony, ez nem megvalósítható. Ugyanakkor az a kérdésem, hogy ilyenek esetében miért tekintjük jogszerű földhasználatnak a földhasználónak a földművelését. És pont az ilyen anomáliák, mint amiket Gőgő Zoltán képviselőtársam elmondott, ugye ebből rengeteg van, és osztatlan közösségben meg főleg sok van, ezeknek a kérdése semmilyen formában nem megy a megoldás felé. Tehát én mikor a felszólalását úgy kezdte, hogy a javaslat jóhiszeműségét kérdőjeleztem meg, én nem a javaslat jobbítól szándékát, én alapvetően mindig a kormánynak a jóhiszeműségét kérdőjelezem meg, mert ez a tapasztalatom, mióta itt ülök, hogy azt nyugodtan megtehetem, és ennek mindig van alapja. Tehát, hogy ez a javaslat segíthet
néhány helyzetben, javíthat néhány esetben a gazdálkodót, de nem jelent tartós megoldást, nem a legkönnyebb megoldás felé megy el, és nem a legegyszerűbb megoldás felé megy el. Emiatt van az, hogy ha rajtunk múlik, akkor megkeressük inkább a legjobb megoldásokat. Ebben szerintem hosszú távon is megkerülhetetlen lesz a földforgalmi törvénynek a módosítása, mert jelen pillanatban akár az elővásárlási rendszer, akár az előbérleti rendszer jelentős mértékben hozzájárul az ilyen jellegű anomáliáknak a kialakításához. És nyilvánvalóan én megértem, hogyha a kormánynak is továbbra is az a szándéka, hogy tovább erősítse a nagybirtokrendszert, hogy a saját zöldbáró rendszerét még tovább dúsítsa, mert az jelenlegi polgári jogi alapelveket alkalmazó földforgalmi törvény ugye azt segíti, hogy azoknak, akiknek már sok helyen van tulajdona egy mozaikolt birtokrendszerben, azok még könnyebben vásároljanak földet. És ugye alapvetően egy normális kormány esetében nem ez lenne a cél, hanem az, hogy segítse a minél szélesebb körű foglalkoztatás és a mezőgazdasági foglalkoztatás növekedésének az arányát, a kis és közepes gazdálkodók megerősítését, de ez összességében nem jelenik meg. Meggyőződésem szerint ez a jogszabály pici megoldási lehetőségeket kínál azzal szemben, ami az asztatlan közös felszámolásában benne lenne, vagy egy földhivatali, földnyilvántartási, földhasználati nyilvántartási támogatási rendszer bevezetésében lenne. Emiatt mi amellett tesszük le a voksot, hogy inkább abban az irányba menjünk el, és abban az irányban gondolkozunk közösen, úgy, hogy a földforgalmi törvénynek esetleg más súlyos problémáit is gyomlálni próbáljuk. Köszönöm szépen, elnök úr!